Na nézzük! Jureknek! Jurek lő! Gól! Gratulálok az újabb Diósgyőri győzelemhez, és gratulálok a gólodhoz is. Kezdjük a mérkőzéssel, hogyan láttad belülről a találkozót? Köszönjük szépen, és köszönöm én is a gratulációt. Szerintem végig kontrolláltuk a mérkőzést, sajnos az eleje az nem úgy kezdődött, ahogy szerettük volna. Egy felévelés után rögtön gólt tudtak szerezni, ott valami elcsúszott, de utána is végig a játékunkat játszottuk. Szerencsére be tudtam találni egy pontrugás után. Úgyhogy a második fél időben is végig hittem abban, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést, mert szerintem többet tettünk ma a pályára, mint a Paks, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertük a mérkőzést. Honnan vetted az önbizalmat, hogy egy nagy öregtől, Rudi Pozsegváncastól elkérdezte a labdát? Megbeszéltük, már a Mezőkövesd ellen is eljátszottuk ezt a szituációt, akkor blokkolták a röviden, szerintem az is veszélyes lett volna, de az elmúlt, úgyhogy minden koncentrációmat erre a lövésre feltettem, és az volt a fejemben csak, hogy minél erősebben, minél pontosabban eltekerjem a labdát. Szerencsére a kapufa is segített, úgyhogy örülök neki. Áruld el, láttad azt a jobb alsó sarkot, vagy érzésből rúgtál oda? Láttam, de teljesen mindegy lett volna, ha állnak is ott, akkor is arra rúgom, mert ilyenkor az van az ember fejében, hogy úgy is el fognak onnan ugrani, úgyhogy szerintem jól választottam, és a Szacsa kitért a lövés elől, úgyhogy a kapus se látott nagyon sokat, úgyhogy szerintem szép gól lett. És honnan jött az ötlet, ki találta ki ezt a figurát? Hát a Holdi mondta a Kövesdelnek, hogy csináljuk meg ezt, mert bízott bennem akkor is, hogy be fogom rúgni ott is, akkor nem sikerült, de most pedig mondta, hogy megint játsszuk el ezt, úgyhogy köszönöm neki is, hogy ezt kitalálta, úgyhogy örülök neki. Ez a tavaszi második gólod, az elsőt nem is számoljuk, hiszen azt fejjel szerezted, most érkezett meg Jurek Gábor a tavaszi idényre, korábban is voltak helyzeteid, mekkora lelki erő kellett ahhoz, hogy újra és újra neki fuss, és csak megjött az a gól? Igen, megkaptam én is azokat a rossz jelzőket, hogy sajnos most nem megy a góllövés, de szerintem ez benne van minden játékosnak az életébe. Úgyhogy próbálod ezt minél kevesebb idő alatt megszerezni a gólod, úgyhogy nagyon örülök neki, szerintem fontos gól volt, és remélem, hogy minél többet tudok még ebbe a szezonba is szerezni. Vladimir Radenkovics minden egyes sajtótájékoztatón elmondja azt, hogy bízik a játékosokban, és a játékosok is bízzanak önmagukban. Mennyit segít neked ez a hozzáállás? Nagyon sokat segít, sokat beszélgettünk, és tartja bennem a lelket. Ő minden meccs előtt hisz bennem, hogy jól tudok játszani, úgyhogy ezt köszönöm neki, és a bizalmat is, hogy eddig minden meccsen a kezdőbe jelölt. Szeretnék ebből neki sokat visszaadni, úgyhogy próbálom tartani ezt a formát. De nem csak a DVTK vezető edzője bízik benned, hanem az U20-as válogatottnál is bíznak benned. Az U19-es válogatott után itt is számítanak rád. Milyen érzés ez? Nagyon jó érzés. Szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy végre lesz U20 is Magyarországon. Szerintem most azok a játékosok, akik 21-be nem férnek be, esetleg azok itt meg tudják mutatni magukat, hogy képesek rá, és ott is bizonyítani tudnak. Úgyhogy jövő héten maximális erővel fogok a magyar válogatott címerért dolgozni. Tehát akkor neked jövő héten nem lesz pihenő? Igen, sajnos nem tudok olyan sokat pihenni, de a válogatottba menni, az úgy gondolom, hogy az egy nagyon nagy megtiszteltetés, és az, hogy tudok nemzetközi meccset játszani, azt majd ide vissza tudom hozni a tapasztalatokat, úgyhogy szerintem semmi gond nincs ezzel, hogy most nem tudok pihenni. Itt a vége a mérkőzésnek. Könyves a második percben a Paksnak szerzett vezetést, de aztán Jurek a 19-ben egyenlített, majd Klimovics, aki csereként jött a 72. percben, győztes gólt fejelt, és ezzel a DVTK begyűjti a nagyon fontos három pontot, a Paks pedig idén először kap ki vendégként.